evezzünk, én azt javaslom, nemzetközi vizekre, és tegyük ezt nem is annyira legálisan. Az amerikai belpolitika egyik legnagyobb feladata lesz idén, hogy megoldja az illegális munkavállalók problémáját. Természetesen a legnagyobb tételt a mexikóiak teszik ki. Ők ott Németország törökjei, azzal az eltéréssel, hogy ők nagyon is szívesen asszimilálódnának. Közel milliós lehet a rendezetlen helyzetben élő kelet-európai népesség is. Dollár milliárdokat jelent a be nem fizetett adó, az egészségügyi ellátás és a hazapostázott pénz. Amerika még a 9-11 miatt bevezetett intézkedések után is egy nyitott ország. Ezt úgy lehet elképzelni, ha bejutsz az országba és úgy döntesz, pénzt akarsz keresni, akkor az nagy valószínűséggel menni fog. Mondjuk elsétálsz egy éttermekkel bővelkedő utcába és meglátod egy kirakatban a Help Wanted feliratot, akkor meg is kezdheted amerikai karrieredet. Mondjuk mosogatóként, nem kell ám ezt lenézni, kezdésnek is nem is fogod, mert 2-3 hónap múlva berendezett albérleted van kocsival a ház előtt. Mondj még egy országot, ahol ezt nyelvtudás és bármi papír nélkül elérheted. Ha így mégsem sikerülne melót szerezni, percek alatt kapsz telefonszámot, hozzájutsz újsághirdetésekhez, ami segít. A hamis papírok intézésére külön üzletek települt. Így azután sok fiatal pár, akinek sikerül kijutnia a tervezett 4-5 hónap helyett a sokszorosára marad, sőt szeretne végleg. Ráadásul igen könnyen juthatsz előre a ranglétrán, főleg ha tanulod a nyelvet. Az is igaz, nem nehéz visszacsúszni se, ha hülyeséget csinálsz. A kelet-európai munkaerő különösen kedvelt, mert jól dolgoznak és nem túl drágán, még amerikai viszonylatban is pörgősebben. Rögtön le kell szögezni itt, ha munkát válasz, megszeged az Egyesült Államok törvényeit, és ennek betartatása az egyre növekvő bevándorlás miatt állandó napi renden van. Itt rögtön el kell mondanunk, senkit nem bíztatnak, hogy menjen, mert legálisan szinte képtelenség munkához jutni. Nagyon kényes kérdés a bevándorlók ügye. Egyrészt szükség van a munkájukra, másrészt az USA különösen érzékeny a törvényei betartására. Az is tény, ha varázsütésre eltűnne minden fekete munkás, akkor Floridában és Kaliforniában megállna az élet. Forró drót a vonalban Florida, Floridából pedig István, akit köszöntök. Szervusztok. Szia István. Hello. Hello. Talán azzal indítanék, hogy ugye akinek nincs munkavállalási engedélye, az csak feketén dolgozhat. Emiatt rendszerint a saját szakmájában nem tud elhelyezkedni, vagy nem tud a képességeinek megfelelő munkát vállalni. A turista vízummal az Egyesült Államokban maradók azt hiszik, hogy megérkeztek Amerikába, holott csak földrajzilag érkeztek meg. Te, amikor úgy döntöttél, ha jól emlékszem, 7 évvel ezelőtt, hogy belevágsz ebbe az útba, miért választott az Egyesült Államokat? Sokan ugye azért mennek, hogy megszabaduljanak a magyar valóságtól. Te miért mentél? Hát először is én Kecskemét a születésű vagyok. Kecskeméten voltam, dolgoztam a városi tűzoltóságnál, és mellette elég sok mindennel próbálkoztam, hogy az ember ugye tudjon boldogulni. Na most én körbeutaztam egész Európát, kijutottam kicsit a tengeren túlra, de igazándiból sehol máshol nincsen ország, és ez a többi külföldi beutazó, akivel együtt dolgozok itt az Amerikában, megegyezik a véleményünk, hogy egy középmunkás nem tud olyan életszínvonalat felmutatni sehol máshol a világon, mint Amerikában. Ha papírok nélkül. Akinek papírja van, általában ott mindig főnök lesz, mert általában cége van. És ha többeknek nincs papírja, az neki dolgozik. Szóval. Értem. És amikor mentél, akkor nyilvánvaló volt, hogy a saját szakmádban nem fogsz tudni elhelyezkedni, hogy előről kell kezdeni az egészet, a legaljáról, a társadalomnak és a szakma legaljáról kell indulnod. Mégis úgy gondoltad, hogy vállalni tudod ezt a kihívást. Hát igen, most ez föl kell készülni, elmész egy másik országba, hogy ott ugye más nyelvet beszélnek, ott még a piros is más színű, szóval... A munka legvégére beállt, nem tudod a nyelvet, nem ismered, hogy megy a közlekedés, senkinek nincs semmi nyelvérzéke, helyismerete, szóval úgy bekerülni egy új világba, hát elég rázós, és nem egy egyszerű feladat. Biztosan, hogy így volt. Emlékszel pontosan, hogy mi volt az első munkád, amit vállaltál? Az első munkám az, ami szörnyűség volt, az szerintem egy... börtöntartóknak is jobb munkája van. Mi úgy kezdtük egy közvetítőn keresztül, többen jöttünk ki, és Virginiában szállodaszoba takarítás volt a munka. Hát most egy átlagos amerikai mondjuk megcsinál olyan 8-10-12 szobát, nekünk ilyen 18-25 szobát kellett megcsinálni egy nap, egy műszakba, és azt hiszem kerestünk $6.25, ami
Magyarán súlyosan mennyi időre kivoltatok zsákmányolva. A 625 az mennyi időre szóló pénz? Órabér? Órabér, igen. Hát most a 625-re most ezt úgy képzeljétek el, hogy hoztak, vittek minket, azért fizetni kellett a lakbére. Szóval most egy átlagos Amerika mondjuk keressen körülbelül a 2-3000 dollár között egy hónapban. Na most mi kerestünk körülbelül 1400-1600 körül, és ebből még lejött az összes kereszt, ha maradt olyan 4-500 dollár, tehát az teljesen kizsákmányoló volt, az tényleg ilyen rabszolgatartó stílus volt. Ez volt 7 évvel ezelőtt. Na most mostanra hova jutottál el ehhez képest? Tehát most mit dolgozol, mennyit dolgozol, és hogy keresel? Hát én most jelen pillanatban villanyszerelő vagyok, egy menedzser vagyok egy cégnél, ahol van 6 emberem. Az karrier. És minden céges autó, céges, stb. Fizetés, hát a menedzser fizetés az itt általában úgy van, hogy 1000 dollár egy héten, onnan kezdődik. Most részletekben nagyon mennék bele. Kicsit 1000 fölött vagyok. Nem, de én az kiválóan hangzik. Nem rossz, tényleg. Hát általában akinek a mentalitása és tényleg a fejes témmel a dologhoz, abból általában lesz valaki, az teljes mindenki is honnan jött, vagy milyen van. És életszínvonalban ezzel mit tudsz megengedni mondjuk egy magyar lehetőségeidhez képest? Hát nem végében, tavaly volt kint egy budapesti barátom, aki esetleg ismerős, most nevét nem mondanám. Ő azt mondta, hogy amikor akkor, ahol éltünk, hogy az egy felső, Magyarországbeli felső 10.000-nek a színvonala, ami itt egy kicsit az átlagon feletti, mondjuk így. Arra hagyj kérdezzek rá, hogy milyen kockázatokat látsz ebben a dologban, két oldalról is. Egyrészt te 7 év alatt eljutottál elég messzire. Mit gondolsz, hogy a kiérkezőknek hány százaléka és milyen kockázatok mellett nem tud ide eljutni? És a másik kérdésem, hogy most van egy stabil, jó magyar felső 10.000 beli életmódot, milyen kockázatok várnak esetleg még szerinted rád, ami mondjuk abból adódik, hogy te nem született amerikai vagy ami a született amerikaiaknak is megvan, és esetleg Magyarországon nincs meg. Hát ami Magyarországon például a legszembetűnőbb, ugye a mindennapos borsos árak, és hogy a hozzájuk miért kevés fizetés. Az amerikaiaknak az egészen másként működik. Náluk, hogyha már itt felemelkedik az üzemanyag ára a pár centtel, akkor itt hatalmas botrány, és mindenki arról beszél, és igazán nem is másról beszélni. Itt más az élet. Itt otthon mindenkiért, mindenhez, mindenkinek van hozzászólása minden témához. Itt általános emberek csak a saját dolgokkal foglalkoznak. Ebből adódóan sokkal nagyobb hírzeállatot tudnak csinálni, mint Magyarországon. Most a veszélyek, hát igazándiból egy átlagos amerikainak a legnagyobb problémája ugye a havi számlák, és ha megbetegszik. Itt az egészségügyi rendszer az egészen másként néz ki, mint... Erről mesélni egy picit, mert ez nagyon érdekel most minket Magyarországon. Hát tudom, hogy otthon is változik az egészségügyi rendszer. Az a probléma például Amerikát, mindig azt mondják az amerikaiak, hogy hát miért nem a kanadai rendszert használjuk, mert az milyen jó. De igazán mind a kettőnek van előnye és hátránya is. Itt mindenféle gyógyszert és segédeszközt meg lehet még akár meg benzinpulton is. Tehát most kezdve egy egyszerű fogműtétet is csinálhat saját magadon. Nem kell orvoshoz elmennie, vagy fizetni, mindenféle gyógyszereket meg tudsz venni. Úristen. Vannak amiket kizárólag patikán keresztül, de azt is meg tudsz szerezni, hogyha olyan fájdalomcsillapítóra van szükséged, amit tudom, amire nem vagy allergiás, és csak is úgy tudnám megszerezni, hogy esetleg az engedélye, vagy nem tudom, minek hívják ezt már magyarul. Szóval azt is meg tudod szerezni. Magyarországon, hogy a rendszer most alakul, nem feltétlenül rossz. Most kedvezetlen annak például az én szüleimnek, az apukámmal beszéltem erről pont, hogy ő fizetett STK-t, mióta adózik, és hogyha most megváltoztatják a rendszert, az, ami befizetett, abból ő nem tud majd profitálni. Ez igaz, de valahol szűkíteni kell sajnos, és nincsen más alternatíva. Gyakran halljuk, hogy sokaknak nincs biztosítása, és ők nagyon kivannak szolgáltatva a rendszernek. Ez téged, vagy más hozzád hasonló karriert befutó hazánk fiának hogyan néz ki? Na most egy átlagos amerikai, ha dolgozik, itt Amerikában nincsen fizetett szabadság. Tehát itt kivehetsz bármikor, bármilyen napot, azt hiszem van 3 beteg napod, vagy ilyesmi. Úristen!
itt nincsen fizetet. Egy átlagos amerikai ugyanúgy, mint mondjuk otthon elmegy egy ember dolgozni egy gyárba, itt nincsenek szociális juttatások, mint otthon. Semmi. Tehát ha vezető vagy, valamilyen szinten középvezető vagy, vagy annál feljebb, magasabb szintű, akkor kapsz juttatásokat, például autó, üzemanyagot fizetik, telefon, stb. De ahhoz úgy képzeld el, mondjuk 100 emberből körülbelül 2-3 embernek van ilyen. Na most a többi az mind annak a pár embernek dolgozik. És egy biztosítást, egészségügyi biztosítást te magadnak meg tudsz már engedni, amivel nyugodtan tudsz aludni? A biztosítás az úgy működik, hogy mondjuk elmész az orvoshoz, és ha négy biztosításod, akkor fizetned kell mondjuk 400 és 1200 dollár között egy bizonyos dologra. Ha van biztosításod, akkor maximum 50-40 vagy 50 dollár, ez biztosítástól is függő, de ebben nincs benne a fogászat. Felszólítom a kedves hallgatókat, hogy írják meg nekünk, hogyha volna kérdésük Istvánhoz. Ez a 06303030881-es SMS számon képzelhető el. Mindjárt előjárnék egy kérdéssel, István, zöldkártyával hogy állsz? Zöldkártya az én státuszomból egyetlen egy megoldás van, nekem meg kell házasodni. Nagyon megtekerték a törvényeket. De helyivel kell házasodnod. Mindenképpen állampolgárnak kell lenni, mindenképpen meg kell legyen egy bizonyos keresetének lenni. Több dolog van, aminek meg kell felelni. Nem egyszerű még az se. És több év az is, szóval. És Dendiból nem akarnak ők már senkit se behozni, akik itt van, azokat meg nagyon már akarják rostálni, és valószínűleg ezt fog történni. Szerintem drasztikus változásokat fogunk látni a következő időkben. Mikre gondolsz? Hát, hogy itt elkezdik az embereket kiküldeni az országból, meg börtönbe zárni, meg komoly büntetések. Akit csak ismerek, mondjuk képzeljétek el egy körülbelül 100 fős magyar társaságot, aki most itt hirtelen a folyamban van, annak körülbelül 50%-a házasodott az utolsó 2-3 évben vagy korábban. De nincsen más alternatíva. Én próbáltam 3 szponzorálást, amikor dolgoztam egy cégnek, és nekem is tetszett a munka, őnek is tetszett, amit én csináltam, és elkezdtük, és én fizettem rengeteg pénzt az ügyvédnek, ilyen több tízezer dollárról beszélek most. Téged is zaklat a bevándorlási hivatal? Még egyszer ez volt? Téged személy szerint is zaklat a bevándorlási hivatal? Engem személy szerint mit csinál a bevándorlási hivatal? Zaklat-e a bevándorlási hivatal? Nem zaklat, mert úgy kell, hogy éljél, mintha nem is létezni. Most úgy képzeljétek el, hogy itt úgy kell menni az utcán az autóba, hogy itt nem állíthat meg a rendőr. Igen. Én levezettem kb. 20 ezer mérföldet, úgyhogy ezt állított meg a rendőr, mert ilyen kék, ilyen akármin volt a motorrendszerem, kék lámpám. Ha. És nem állított meg. Nincsen igen, amelyik. Igen, bocsánat, hogy közbevágok, ekkor én is ott voltam, és erre igen, jól emlékszem, hogy megállított bennünket a rendőr. Igen. Azt kérdezném, hogy ugye a hírekben is elhangzott, hogy Floridában különösen sok magyar él. Mennyire összetartóak ott a magyarok? Hogy egyáltalán azok az amerikai magyarok, helyesebben magyar állampolgárok, akik az Egyesült Államokban dolgoznak, mennyire jellemző rájuk az összetartás? Na most erre annyit szeretnék mondani, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon rossz tapasztalatom van, minden szempontból. A magyarok soha semmiben nem segítettek. A magyar volt az egyetlen, aki az első pillanattól fogva a másik vérét szívta. Csak egy rövid példa, amikor Virginiába kijöttünk, ugye a kiutazásunk legelején, mi onnan szinte elmenekültünk, és fölmentünk New Yorkba, kivettünk egy ilyen kis tetőtért, és olyanokat csináltak az ott levő magyarok, hogy lemásolták az útlevelünket, használták a telefonunkat, ilyen iszonyatos számlát csináltak, és akkor megfenyegettek minket, hogy feljelentenek a hivataloknál, a különböző hivataloknál, és ilyenek, hogy a könyved, meg a ruhát nem adtak vissza, meg azt, hogy le kell tenni depozitot, ami nem kis összeg, és nem adtak vissza, és ez volt a legelső tapasztalat, és onnantól kezdve ilyen olyan széles távolságot adott a magyaroktól, és ezt úgy higgyétek el, hogyha az utcán beszélgettek magyarok, én átmentem a túloldalra. Úgyhogy, és valószínűleg csak is ez egyetlen egy ok annak, hogy idézőjelben most ott vagyok, ahol... Egy SMS író kérdezi tőled, István, ha egyetemi diplomával, doktorival kap lehetőséget kinti egyetemen tanítani, akkor mennyi esélye van problémamentesen elhelyezkedni később? A probléma az, hogy el kell teljen 2-3 év, hogy beéleszkedj. Azon kívül a magyar diplomákat nagyon szűkösen fogadják el. Ha valakinek van legális útja, hogy ki tudja jönni, mindenkinek ajánlom, több szempontból is érdemes a nyelv miatt is lássa a világot, a másik pedig azt, hogy itt annyi pénzt tud keresni egy év alatt, mint otthon mondjuk 15 év alatt. És a te utadat kinek ajánlanád? Vagy mennyire? Nem tudom, hogy senkinek.
Ezt a kérdést, bocsánat, úgy is feltehetjük, hogy mit üzensz azoknak a magyaroknak, akik ezután terveznek hasonlót, mint a te Virginiával induló utad? Azt, hogy semmiképpen ne menjenek semmilyen olyan közvetítőrodához, ahol nem tudják, hogy kihez mennek. Mindenképpen valami ismerősnek az ismerősen keresztül vegyenek fel kapcsolatot a kintlevőkkel, és soha pénz senkinek, papírnek, aláírásnak abszolút nem szabad. Muszáj szerződést írja, akármennyire illegális, hogy akkor is vannak jogait. A legtöbb magyar azt hiszi, hogy kijön, és hát, hogy ez börtön, és hogy itt, amit mondanak, azt kell csinálni, ez nem így van. Azért mindent egybevetve nem bántad meg, hogy kimentél? Nem bántam meg semmi. Ha most hasonlóan ki is deportálnának innen, én akkor is hazamennék, meglátogatnám a szüleimet, akiket nem láttam már 7 éve, a családomat, és utána mennék valószínűleg Új-Zéland vagy Anglia. Tettél félre pénzt? Félre pénzt, hát lehet félre tenni pénzt nekem, ilyen például más terveim van, hogy házat szeretnék venni. Akarsz valaha is visszajönni Magyarországra olyan szempontból, nem szülőlátogatás szempontjából, hanem hogy az egzisztenciádat itthon folytasd? Én nem létezik, ezt senki van zárva. Hazamegyek majd akkor, hogyha már itt nyugdíjas leszek, és az itteni nyugdíjamban akarok otthon élni, ez a terv. Értem. István, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél velünk, meg hogy informáltál minket arról, hogy mi újság az új világban, az ígéret földjén, és kívánunk neked sok sikert és jó boldogulást. Vigyázz magadra. Köszönöm a beszélgetést, én is tartok. Szia, István. Szia. Itt a stúdióban István története kapcsán fölmerült, hogy milyen jólétben él, de hát kénytelen vagyok arra fölhívni a figyelmet, legalábbis a sajátomat, hogy a jólét azért nem pusztán a pénzt, a forintot jelent. És most semmiféle pátoszos dolgot nem mondanék a hazáról, barátokról, szülőkről, akik távol vannak, tehát semmi ilyesmit. Csak egyszerűen tényleg anyagiakra átfordítható dolgokat, mert hát a szülők nem látását nehéz anyagiakra átfordítani. De azt viszont már sokkal sikerül azért. Azt viszont már sokkal egyszerűbb, hogy mindenkivel történhet baleset, ugye, ahogy a szlogen tartja, és ha eltörik a lába Istvánnak, ha egy vakbél műtétje lesz, Isten őriz, nem kívánom neki ezt, akkor egész biztos, hogy több évi fizetését két baleset kapcsán föl tudja emészteni. Ez állandó létbizonytalanságot okozhat. Ha úgy kell végigmenned az utcán, hogy nem állíthatnak meg, ettől folyamatosan rettegned kell mindenféle ilyesmitől, ha nem tudhatod hosszú távon, hogy mondjuk ide gyerekeket nem szülhetsz, nem tervezhetsz egy jövőt, nem építhetsz családot, nem építhetsz igazából még talán szélesebb értelmevet, baráti kört, szociális közeget magad köré, azok szerintem olyan veszteségek, amiket mindenkinek meg kell fontolnia, ha valaki esetleg a hallgatók közül azt a teljesen észszerű következtetés vonta le, hogy itt megrohad a munkától, és nem kap egy fillért se, ott pedig lám, lám, lám. Tehát mindenképpen érdemes olyan dolgokat is mérlegelni, amik azért pénzé is tehetők, és néhány olyan dolgot, ami pénzben talán nem is kifejezhető. Ez valóban így van, amit mondtál, hogy ott nem szülhet gyereket. És azok az De ők, miért aki... is nem? Azok férfi. A nők... És erre gondoltál? Nem. Azok a nők, akik illegális munkavállalóként az Egyesült Államok kenyerét eszik, azok a gyerekvállalással kapcsolatban nagyon komoly kihívással néznek szembe, két szempontból is, egyrészt az illegális voltuk és a gyereknek az állampolgárságának a megoldatlanságának kérdése, másrészt pedig egy szülés a kórházban horribilis összegbe kerül, különösen, hogy nincs egészségbiztosítása, tehát abszolút a piaci alapokon kell ezt finanszíroznia. Ennek az a megoldása, hogyha illegális munkavállaló vagy és lány vagy, és akarsz a szintén illegális munkavállaló barátodtól egy gyereket, akkor keresel magadnak egy állampolgárt, egy amerikai állampolgárt, akivel névleges házasságot kötsz, persze igen sok pénzért, ami mondjuk 10 000, legyen 10 000 dollár, és amikor már megkaptad a zöld kártyát, illetve a legalitásnak a különböző stációin szépen araszolsz fölfele, akkor lassan megromlik a házasság. Akkor egyrészt megromlik a házasság, másrészt a barátod ugye, barátoddal összehoztok egy gyereket,
ezek után elválsz... Aki nem a férjed. Igen, és ráadásul illegális, várjál. Ezek után elválsz az amerikai férjedtől, és az illegális... Mert hogy ő rájön arra, hogy te neked mástól vagy terhes. Hát, teljesen indokolt egy ilyen esetben. Ezek után meg kell próbálni, az illegális, pillanja még illegális barátod adoptálja ezt az amerikai gyereket. Ha. És akkor ő, a te gyereked, aki a pasittól van, őt a névlegférjed a nevére veszi, és akkor ilyen módon ő már állampolgár lesz. Nem, aki amerikai földön születik, az amerikai állampolgár. Nem, ez egy addig... Ez Svájcra igaz. Nem, ez Svájcra sem Albánia igaz. Ez akkor igaz. Van így, hogyha ez egy vélelmezett állampolgárság, tehát amíg nem bizonyított az ellenkezője, már pedig itt bizonyított, hisz tudjuk, hogy a magyar lány, aki megszerezte ezt az amerikai férjet, neki milyen az állampolgárság, és a gyerek automatikusan az ő állampolgárságát fogja örökölni. De hogy amerikai kórházban valaki születik, akkor nem biztos, hogy amerikai állampolgár? Hogyha megtudják biztos, róla, hogy... Ha megtudják róla, hogy más nemzetiségű az anyja, akkor olyan nemzetiségű lesz. Ez biztos? Tehát ez 100%? Igen. Mert én nekem tehát nem egy, hanem több tucat helyről hallottam, hogy Amerikában a születés az területi alapon is. Azt Magyarországon így van egyébként. Nem, tehát, hogy nem biztos, Szabolcs, nem biztos, de azt tudom javasolni, hogy... Tehát ilyen történetet hallottam, hogy például terhes nők rendszeresen jártak amerikai anyahajókat látogatni, többször újra és újra fordultak, mert hogyha ott szülnek az amerikai anyahajón, ez lehet, hogy anekdota csak, de jól hangzik, lehet, hogy szigorítás akkor volt, a gyerek ilyen. Amerikai állampolgár lesz. Nekem az jutott eszembe, és nehogy valaki félreértse a cinizmusomat, hogy ennél már nem volt egyszerűbb a rabszolgatartás? Elmondtad, hogy hogyan szülhet gyereket egy illegális bevándorló anya. És hát semmi sem undorítóbb a rabszolgatartásnál nyilvánvalóan, csak hogy vegyük észre, hogy ez pontosan az. Hát szerintem jobb analógiát is tudok a globális kapitalizmusban a rabszolgatartásra, sem mint a fekete munka Amerikában, mert mondjuk ez inkább ez a fajta elit rabszolgatartás, vagy a késő római kornak a szinte már felszabadult rabszolgasága, de hogyha belegondolunk abba, hogy a Távol-Keleten, azokban a sweatshopokban napi 18 órában, 5 éves kortól, heti 7 napon keresztül fillérekért, tehát nem azért a pénzért, amiért István dolgoznak, na az a klasszikus rabszolgatartás. Persze, tehát az ebben teljesen igazad van. Cézári idők rabszolgatartása. Ebben teljesen igazad van, csak hát az a helyzet, hogy nagyon kevés honfitársunk gondolkozik azon, hogy elmegy Ázsiába és elkezd ezekben a üzemekben dolgozni. Még lehet, hogy néhány honfitársunk jelenleg is azon igyekszik, azért gyűjti a pénzt esetleg idehoza, hogy aztán bejusson ebbe a rabszolgatartó rendszerbe. Hát de akkor ma is azt jelenti Amerika, amit az aranyláz idején jelentett. Tehát a nyomorúság biztonságának alternatívája a lehetőségek és a kockázatok választása. Szerintem ilyen szempontból az is érdekes, hogy ugye nem Svédországba terveznek menni. Magyarországról elég keveseket hallok, akik az elit munkaköröket leszámítva, tehát programozók, vagy én nem tudom kicsodák, akik ott jól elhelyezkednek, azok igen, de ebben, amit István körülírt, ebben a munkakörben, tehát a kétkezi munkás jellegű munkákban inkább Amerika a célpont, és talán azért, mert mondjuk Svédországban is, bocs, hogy mindig ezt a példát hozzuk föl, ugye Skandinávia unalmas. Hú, de unatkoznék már én annyira, mint a Skandináviában, de tényleg Amerikában nagyobbat lehet nyerni, és nagyobbat lehet egyébként veszíteni. Olyan, mint Las Vegas. Igen. Viva Las Vegas. Amerika olyan, mint Las Vegas. Amerika a világ Las Vegas-a. És viszont Európa a világ Monte Carlo-ja. És Las Vegas pedig Amerika Las Vegas-a. Ami a telefonbeszélgetésből nem jött le, hogy és egy múltkor egy amerikanistával beszéltünk erről, hogy ő úgy tapasztalja, mert egy idősebb figuráról van szó, hogy úgy tapasztalja, hogy azok az emberek, akik Magyarországon szétnéznek a környezetükbe, és látják, hogy az embertársaik minden dolognak így nyöszörögnek, azok előbb-utóbb Amerikába találják magukat, ő így tapasztalja. Tehát olyan példát mondott, hogy itt van ez a hamutartó, ami most pohár, de a rádióhallgatók nem látják, és... Ez egy hamutartó, ne hazudjál. Ez a médiában ez simán így megy. Pohárnak látszik. Ez egy hamutartó. És itt van ez a hamutartó, és ugye az átlag magyar jön, és akkor mondja, hogy itt ez a hamutartó, odébb kellene rakni, hisz tele van csikkel, büdös lesz a szobában.
valahova, de nem csinál semmit. Jön a másik, szintén elmondja hasonló módon, és jön az István típusú, és fogja, megfogja a hamutartót, és kiviszi a szobából. Hogy ez a bizonyos szempontból tetrekész, dinamikus figura nagyon sokszor nem találja a helyét Magyarországon, és... Hát és ez szerintem egy eléggé torz kép. Konkrétan szerintem ez úgy nem igaz, ahogy van. Hát, igen, az olyan csinos dolog így fikázni magunkat, nem? Szóval, hogy hát... Nem, most komolyan, tegnap mondta a kolléganőm, mondtam na is neki, hogy el fogom mondani ma a rádióba, hogy játszóteret szeretne helyrehozatni, ott, ahol laknak a kerületben, egy 80-as években lepusztult játszótér van. Írt a polgármesternek, polgármester abszolút pozitív módon vissza is jelzett, néhány nap múlva megjelentek a munkások. Hozzáálltak a játszótér rekultiválásához, az összes lakó megjelent, felelősségre vonta a munkásokat, hogy mit képzelnek, ez magánterület, és megjelent az Anita kolléganőm, és akkor, hogy ki engedélyezte ezt, hogy itt maguk játszóteret csináljanak, vagy hát felújítsák, és különben is nem játszótér kell ide, hanem, na gondoljátok mi kell, nem játszótér, hanem pipsó. Teremgarázs, hát egyértelmű, teremgarázs kell, és akkor jött egy másik szomszéd, és mondta, hogy ki maga itt az illetékes eltárs, miért intézkedik, és mondja, hogy hát egy ugyanolyan lakó, mint maga. És tehát mondhatnám hosszasabban, nem teszem, a lényeg az, hogy nem a pozitív kezdeményezés látták benne, hanem egyszerűen letolták, hogy hogy merészeit játszóteret felújítani. És ő kiment Amerikába, mert csak akkor igaz az érvelése. Hát tegnap előtt volt ez a történet, addig még már természetesen. Van itt néhány SMS. Valamit te nagyon-nagyon rosszul tudsz, Győző, mert többen is írják. Egy ismerősöm ott szült már, mint Amerikában, írja Lina. A gyerek lehet amerikai állampolgár, a mama nem. Az anya megy haza, a gyerek maradhat. Másik SMS író írja. Mexikói csajomat az anyja a Rio Grande amcsi oldalán szülte meg állampolgárságért. Kedves rádióhallgatók, önöknek bizonyára igazuk van. Lehet, hogy változott. Egyébként lehet, hogy változott, hiszen pont az István is beszélt róla, vagy a bejátszásban volt erről szó, hogy szigorítás történt a berándorási törvény nem kapcsán. Nem, folyamatban van, most nagy tüntetések is vannak, szigorítani akarják. Itt van még egy SMS. Én pedig az USA-ban születtem, írja. És itt is, és itt élek, már mint Magyarországon. Mert eddig még mindig jobb volt itt, mint ott. Van egy barátom, Los Angelesben dolgozott, az összes kolónia összetartott, kivéve a magyart. Akkor miért csodálkozunk? Ő valószínűleg, ilyen a mi országunk. Ő valószínűleg magyar volt egyébként ez a barát, ez nyilván sejthető. Lehet, hogy a belülről minden kolónia kicsit másként látszik, mint a kolónián kívülről. Írja de lehet, hogy a magyar rosszabb volt tényleg. Írja az SMS író. Kubaiakra vonatkozik a szárazláb, vizes láb. Ha szárazföldön kapják el, akkor politikai menedékjog. Ha felségvizeken, akkor visszaküldik őket. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe a Sebb helyes arcú című filmet, mint tanulmánykötetet, ami a kifejezetten a floridai és kifejezetten a fekete munka és kifejezetten a karrier lehetőségek vonatkozásában esetleg figyelemre méltó lehet. Bocsánat, hogy csinálják egy éles vágást, mert Amerikáról abszolút érdekes beszélni, mint tünetről és mint a lehetséges jövőnkről esetleg, de picit Európára is visszautalnék, ahol ha jól tudom az adatokat, akkor nincs egyetlen egy ország sem már, ahol a természetes szaporulat az fedezné a fogyást. Tehát azokban az országban, ahol nő a lakosság, ott ez már csak bevándorlással lehetséges. Tehát ez egész Európára érvényes, és Európa, az de európai... Közben, de közben meg ahhoz képest elég nagy az intolerancia. Hát ez egy érdekes dolog, ugyanis fokozatosan fog előregedni egyrészt ez a társadalom. Egy nagyon érdekes adat, egy Nyugat-Európában most megszülető leánygyermeknek 50% az esély, hogy megéri a 100. születésnapját. Most tegyük félre egyébként az atomháborút, ami be fog következni, és a globális felmelegedést, ami elsöpri az emberiséget, de ha ezeket... A nyugdíjrendszer elő fog összeolni. Meg ezeket, és hát ugye ki tudja, hogy Fletó addig nem nyere, ott is választás, de minden esetre ha... Valahova előre fog lépni, az biztos. A jelenlegi paraméterek mellett 50% az esély arra, hogy egy most születő lánygyernek megéri a 100. születésnapját, és hát a férfiaknál is csak pár év a, ugye a differencia. Magyarul hihetetlenül el fog öregedni a társadalom. Ezzel párhuzamosan már a kicsit elmaradott a mediterrán országokban is egy csomó munkát nem vállalnak el a helyi lakosok. Egyszerűen azt mondják, hogy ez az ő szintjük alatt van, azt már bevándorlók végezzék. Tehát az egész Európai Unió abszolút, és így benne Magyarország, mert mi is tagok vagyunk, meg mi vagyunk az Európai Unió, itt van az Európai Unió, még ha azt nem is mindig érezzük, nekünk ezzel szembe kell valahogy néznünk az előregedés, meg aztán pláne igaz ránk.
mit fogunk csinálni? Nem megoldás úgy tűnik lezárni a határainkat, mert akkor itt a határokon belül föl fog gyűlemlni a szemét, mert nem lesz, aki elvigye a ház elől. Tehát valahogy ezzel a problémával szembe kéne nézni, és valamit kéne vele kezdeni, hogy mit, azt persze nem tudom. De hát egyedül ezek a bevándorlók lehetnek azok, akik megmenthetnek minket a nyugdíjrendszerünknek a teljes összeomlásától. Mert hogyha ezek a bevándorlók nem jönnek, mert persze Löpen idegeskedik, meg azért vannak egy pár Európa szerte. Messzió Sárközi is idegeskedik. Magyarországon pedig gyakorlatilag Tóth Avi Árpád az egyetlen, aki erről ír, aki sajnos viszont olyan embertelen módon kezeli az embertömegeket, ami neutronbombát kéne ledobni Afrikára, vagy valami ilyesmi? Ezt tőle nem olvastam, és ezért nem tudom sem megerősíteni, se cáfolni. Ez csapból is ez folyik. Tehát ez nem igaz, hogy csak ő ír. Hát a könyvön folyamatosan az európai társadalmak előregedése, tehát mindenhol lesz ott a legmagasabb szintű európai igen, de a bevándorlás tanács, és a bevándorlás mint lehetséges megoldás, szóval hogy hát folyamatosan. Magyarországra utaltam. Magyarországon kormány tervezett volt arra, hogy 1 millió, vagy ugye egy ilyen felmérés volt arra, hogy 1 millió kínait kéne betelepíteni. Amire az persze a reakció az mindenféle értelmi alapot. Én most ezt arra hoztam, hogy nem igaz, hogy Tóth Avi Árpád, mert kormány valahogy meg kell oldani. De ez az érdekes, hogy amikor ezek az emberek, ezek hisztérikusan üvöltöznek, meg hörögnek, hogy ez a nemzetárulás, meg ide betelepítenek, meg ide hozzák a, fölhigítsák a... És tetszettek volna kefélni. Tessék szülni kettőt a helyet is, amik hörögni tetszik, és akkor nem jönnek, akkor nem fogják betelepíteni. De ők tőled akarják, hogy szüljél. Én szüljek. Igen. Ő csak mondja. De szerintem egyébként akik mondják, azok többet szülnek, mint akik nem mondják. Igen? Uh-huh. Van erre vonatkozó felmérésed? Hát személyes tapasztalatom van. Te mennyit szültél? Én nem is mondom! Nekem az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatban az a legfőbb a verzióm, ami egy kicsit furcsa lehet. Majd én mondom a B verziót. Helyes. Ami egy kicsit furcsa lehet, hogy ez az ország, ez a kontinens, meg hát az Amerikai Egyesült Államok, ez egy gyarmat. Mégpedig ugyebár egyrészt angol gyarmat, részben spanyol gyarmat, aztán őket onnan kirúgdosták, részben francia gyarmat, aztán őket északra tolták ki, tehát egy leginkább angol száz gyarmat, de mindenféleképpen ennek a kontinensnek, meg ennek az európai érdekövezetnek a gyarmata. És most pedig mit látunk? Hát igen, azt látjuk, hogy gyarmatokból impérium. Igen, azt látjuk, hogy gyarmatosít. Mégpedig kulturálisan, hát először nyilván ennek a gyakorló pályája volt Latin-Amerika, most pedig már az egész világra gyakorlatilag kiterjesztette ezt a szándékát és tevékenységét, ami gyakorlatilag azt eredményezi, hogy most már minket gyarmatosít, elsősorban kulturálisan, ha csak megnézitek a kereskedelmi tévéket, ami hát a társadalomnak a meséskönyve, amiből ugye Maci Olvas című könyve a társadalomnak, ez a kereskedelmi tévé, ez gyakorlatilag egy amerikai franchise. Tehát az Amerikában alakult ki, és Amerikából importáltuk, persze még a legrosszabb közvetítéssel, tehát véletlenül se angol közvetítéssel, hanem rendes német közvetítéssel. De nekem a Bundeswehr közvetítésével jut. Nekem az a problémám, hogy valahogy nem sajnálom, tehát a magyar, mondjuk köztévé állapota, vagy amit Magyarországon gyártanak nagyon kevés műsort, azoknak a színvonala szerintem egy kicsit fals azt mondani, hogy azért olyan, mert Amerika gyarmatosít minket. Tehát én nem tudom, én úgy látom, hogy például ami amerikai kultúrszennyből ránk ömlik, még azt a színvonalat sem tudjuk mi fölvenni. Tehát most van egy magyar gyártású sorozata, az is ugye amerikai franchise a tévében, egy rémrendes család Budapesten. Nézzük meg, hogy érdemes az amerikai eredetivel összevetni. Tehát, hogy fogalmazzak, mintha méltók lennénk, vagy méltóvá tennénk magunkat arra, hogy minket gyarmatosítsanak. Tehát már azt mondom, hogy ha a tévéből ez a kultúrszenny helyett a magyar kultúrszenny ömlen, nem tudom, hogy de már nem beszél, de már nincs magyar kultúrszenny. Tudod, mi volt? A Szomszédok volt a magyar kultúrszenny, ma már nincs magyar kultúrszenny. Tehát nem lehet azt mondani a Barátok köztre, vagy a másik. Barátok közt az abszolút nem egy amerikai típusú sorozat. Amerikában nincs divatja, és nincs kultúra ez ilyen jellegű sorozatoknak. Tehát ez a napról napra jelentkező szappanopera jellegű dolog, ez abszolút nem egy amerikai. Azt mondod inkább, hogy mexikói, hát, brazil. Nem vagyok annyira képbe a dél-amerikai sorozatokban, meg lehet, mit tudom én. Aha. Én úgy általában véve a kereskedelem, nem is csak a kereskedelmi tévézés, a fogyasztói társadalom. Hát ez, amiben élünk. Ez alapvetően egy amerikai franchise. És én nem tudom nem látni, hogy mennyire kontraszelektív az a rendszer, meg mennyire kontraproduktív az a rendszer, meg mennyire
mennyire végtelenül, helytelenül szerveződő az a rendszer, ahol a gyarmat gyarmatosít. Gyarmat viszont gyarmatosít. Nem tudom, ez az Amerika, ami ezt a szennyet ontja ránk, amit mi rántunk magunkra egyébként szerintem. Ezt termelte ki Whitmantől, nem tudom, Woody Allenig és Scorsese és a film és irodalom hatalmas és alakjait. És még sorozatokból is vannak óriásiak. Azt hiszem, hogy ott is van érték. Szenny, és ugyanúgy ez lehetővé teszi azt is. És azt a szabadságot, amit ott a lehető legmagasabb szintre emeltek, ezt azt hiszem a világ számos pontján irigylik. Mondd, hogy még soha nem érezted azt, amikor Woody Allent látod, hogy amikor az R.E.M.-et hallgatod, hogy hát ezek inkább európaiak. Tehát jó, ez a mi sznobizmus, de ez a te sznobizmusod, meg az én sznobizmusom. Ezek tehát... valami tévedés folytán az óceánnak azon a felén születtek, és ott alkotnak, de tulajdonképpen ezek mi hozzánk tartoznak, és amikor meg az oly sok minden más tapasztalod, akkor meg hát így... De hát ez igen, azért van, mert a amikor éreztem ilyet, akkor azért éreztem ezt, mert a én bennem élő amerikai kép az ugye egy soha személyesen meg nem tapasztalt Amerikáról ered, ami egy negatív értelemben idealizált egy sztereotíp kép, ahova nem tudom behelyezni ebbe a tömegkultúrába ezeket az embereket, de ott vannak ők is. Megmondjam, hogy én mit olvastam Osónál. Osó azt írja, hogy képzeljünk el egy családot, ahol a család apraja, nagyja, nagypapa, apuka, anyuka, kisgyerek együtt élnek közösen, mint egy szép nagy család. És van egy csomó fegyver otthon, és valahogy érdekes módon mindegyik a kisgyereknél van. Tehát az összes fegyver. Tehát van egy pisztolya, egy távcsöves puskája, stb. És valami ilyesmi a helyzet. Tehát, hogy vannak ezek a civilizációk, meg ezek az államok. Mondjuk a nyugati civilizációra azt lehet mondani, hogy így ebben a formájában... Ez egy nagyképű duma, hogy mi jobbak vagyunk Amerikánál. 2500-3000 éves, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok az 300 éves sincs. És Kína, tehát most... Így az a fő kérdés, hogy... A Kína négy vagy. Hát igen, és nem tartom magam alávalóbbnak az én kultúrámat a kínainál. De nem, hanem hogy pusztán arról van szó, hogy az ennyi fegyver, tehát hogy a világ összes fegyvere gyakorlatilag, ezt így akár ki is lehet jelenteni, azoknak a kezében van, akik hát, hogy is mondjam, legalábbis kiskorúnak tekinthetők, és ez nagyképű duma, Szerintem ez nagyképű duma. Amerikában van probléma, de nem az, hogy 300 éves. Hát miért az lenne? Ha 300 éves lenne, és Irakban nem így viselkednek, akkor nem lenne probléma. De feltételez, hogy a hisz... a között, hogy 300 éves. De feltételez, hogy az élet tanítómester a történelem. Nem pedig azt feltételezett, hogy a történelem terhe, az elnyomja a helyes döntések lehetőségét. Ha már média, és véget fog érni a műsor, csak nem lesz rá idő, hogy beszéljünk róla, de a legnagyobb média hack, ami az utóbbi években volt, arról emlékezzünk már meg egy pillanatra, ami ezt az amerikai kultúrszennyet meghekkelt, ezt pedig Ahmadinejadnak hívják, és iráni elnök. Hogyha holnap majd szót ejtetek róla, akkor szívesen hallgatom az adást, ha nem, akkor meg még inkább. A Tudós Klubot hallottátok, kedves hallgatók, hogyha úgy gondoljátok, akkor holnap is csatlakozzatok hozzánk. 5:30-tól 7:00-ig itt az Est FM, vagy mi ez? Pont FM? Budapest Rádió. Budapest Rádió. Klubrádió. Itt a Klubrádió frekvenciája. Bolgár Gyuri bácsi most búcsúzik. Szervusztok, gyermekeim. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este 17:30-tól folytatódik.